Miközben a keresztény világ a karácsonyt ünnepli Gázában, megállás nélkül zajlik a háború. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy már majdnem teljesen az ellenőrzése alá vonta az övezet északi részét. A háború súlyos árat követel tőlünk, de nincs más választásunk, mint tovább harcolni. Csapataink eddig több ezer terroristát likvidáltak. Teljes erővel kitartunk a végsőkig, mondta Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Az egészségügyi világszervezet vezetője tűzszünetre szólított fel, és tragédiának nevezte, hogy a harcok a gázai kórházakat sem kímélték. Az emberek messziről jönnek, sorban állnak, és nem találnak semmit. A víz még tisztálkodásra sem jó. Üzenem a WHO-nak, ez a víz baktériumokat tartalmaz, megbetegít. Panaszkodott egy gázai férfi az egyre rosszabb humanitárius helyzetre.